srácok, és itt vagyunk a 2019-2020-as készletben. Hát, ahogy láthatjátok, hát szerintem mondjuk elégedjünk egy olyan, hogy ez az idei leges legnagyobb készletem, amit idén használtam. A legtöbb tudsz magyar, illetve külföldről van, de kezdjük a legkisebb termékekkel szerintem. Itt van egy Kraken bor, nem kell már bemutatni, recseg. Ez még a régi verzió, amiben golyók vannak, mert az új verzió már ilyen tömb van benne, és az recseg. Följebb van egy tornádó, ez szintén ugye földön forgó, és szikrát szól, vagyis tüzet. Tehát egy tornádó csak lenne a földön. Mert van egy pokolbogyó, ez ördögparta, nem kell mindenkinek másnak bemutatni. Van egy blitz, ami ez a kettő azzal különbözik, hogy szinte ez ugyanaz, csak el között van egy ugye ilyen kis gömb, egy ilyen kis műanyag kis szerű, amiben van, és hogyha amikor meggyújtjuk, hogy ez ugrik szét, és ez pattog, most nem tudom kinyitni, mert nem tudom miért. Mellette van egy UFO, ebben 4 darab földön forgó van, ami utána felszáll, ez egy ilyen óriás szerű zümi. Jobbra haladva van 1, 2, 3, 4, 5 csomag Crazy Eye-ból. Ha minden igaz és nem mondok hülyeséget, ez idén jött be, és ezt már év elején vettem. Aki tudja, az 18 és 19 között nem volt nekem tűzijátékozás. Úgyhogy ez a következő szilveszter. Ugye van 5 csomag Crazy Eye-ból, ez a földön forog, utána meg szétfukkan, és mindegy Rakingból vagy egy Blitz így elkezd a szikrát szórni. Mert van egy stroboszkóp, amiben már csak 4 darab van, az is le van vágva a gyújtózsúra, amely kellett. Biztonságos, úgyhogy szerintem bevágtam, úgyhogy így nagyon jó. Van fölötte 2 darab, mi ez, zümi, ami explódos. Mellette van egy fire ring, ami a földön forog, ilyen tűzkarika. Mellette van 2 helikopter, ami 2 zümi, 12 csomag van benne. Utána tovább haladva, itt van, ez egy 4-es csomag bárúták, ez a Pol. Na, látjátok, ez a márka, ez 4 darab vulkán van meg benne. Ebből már sajnos csak 3 van meg, ugyanis az egyiknek ugye kiesett a közepe, és gondoltam, akkor leteszteltem. Nagyon szép, ez egy félperces vulkán, ilyen 2 méterre szólja föl nagyjából a szikrát. Ha már a vulkánoknál járunk, akkor megmutatom nektek, ez a Pirvatex piros. Eddig, amiket mutattam, ez mind magyar volt, viszont ez Pirvatex piros vulkán, amiből 2 darab van. Ez egy szép, kb. Ilyen fél, 1 perc között mondanám a menet idejét, ilyen sikoly hangok vannak benne, szikrát szól, recseg, nagyon szép szerintem, nagyon tetszik nekem. Jobbra haladva, ez azért van itt kibontva, mert kíváncsi voltam, ez a 100 lövés hogy van megoldva. Ez egy 100 lövéses római gyertya, ez a piropandából van, illetve ez a 2 dolog is piropandából van. Ezzel nem tudok semmit mondani, véleményt, ez lesz az első, amit idén kipróbálok. Mellette haladva, hát nem tudom merre menjünk, de már vulkánoknál járunk, itt van egy Aladdin lámpája, amit nem a piropandába, hanem itthon, Magyarországon tudtam beszerezni. Ebben 2 darab vulkán van. Szerintem az árához képest lesz ez egy perces vulkán. 2 darab ilyen kis Aladdin lámpája van benne, úgyis fogjátok látni a szilveszteri videóban, most nem akarom kinyitni, ne haragudjatok. Ha vulkánokra van már szó, akkor haladjunk tovább. Van 2 darab etnapak, ez az ár senkit se jesszel meg, ugyanis én nem ennyiért vettem, hanem mondjuk úgy, hogy egy ezrest ebből vonjál le, azt csókolom, annyiért vettem. Ismerős több. Ebből 2 darab etnapak van, ez már tavaly óta megvan, így szilveszter után kezdtem el úgy gyűjtögetni. 2 darab etnapak, van egy ezüst, meg egy arany. Nem kell is mondani. Van, ez magyar, ez magyarok, ez a 2. Itt van egy Kraken, 4 darab vulkán, ez piropandás. Darabja 1 darab 100 gram, összesen 400 gram hatóanyag van bennük, szerintem ez nagyon szépet fog szólni. Van mellette, amit idáig, ha minden igaz, a piropandába lehetett kapni, de Magyarországon is elkezdte gyártani, a Big Magic-ból. Ez kb. Olyan, mint egy hatalmas recsegő labda, annyival, hogy ez kb. 5-7 méteres körzetbe szólja szét a szikrákat, ami nekem annyira, de annyira bejött, úgyhogy be kell szereznem egy ilyen. Hát az árán az nem nagyon boldogított meg engem, tehát az 1200 forintos ára. Egy próbát megér. Mellette haladva, itt van piro bános 10 méteres gyújtózsinór. Alatta, hát ez már csak 1 méter gyújtózsinór, ez piropont van ráírva, de a termék az maga Szlovákiába kapható a piropandába. Alatta van ez idei sikoly egy dobozzal. Ez azt mondták nekem a Aldiba, hogy ez sajnos a megvétel után mondták, hogy ez csak
sikítani fog, és ne számít csak arra, hogy valami duranás vagy valami lesz. Viszont alatta van egy tavalyi sikoly, mondjuk 2 doboz van, az viszont recseg, és duran egyet. Szerintem nagyon jó. 200 forint 12 darab a Lidl-be, vagy mi az Aldi-ba. Apropó a Lidl-re visszatérő srácok, én mai nap voltam ott, ugyanis ma szereztem be ezeket a rengeteg dolgot. Nem, én nem, oda biztos nem. Olyan drágák voltak az ág, annyit ráraktak, hogy ami a Aldi-ba volt, vagy a Tesco-ba, nagyon sokat ráraktak. Na már itt járunk, akkor itt van klasekos római gyertya, ebből van egy pár, meg ahogy láthatjátok, ott is van egy pár belőle, csak direkt így külön szedtem, hogy áttekinthetőbb legyen egy picit a dolog. Itt van a kis római gyertyák, 10-et lő, ez 40-et lő, ez a kis tesója, ez csak 20-at lő, ez 20-at lő, ez magyar cucc, ez is, ez a kettő is magyar cucc. Azt hiszem a kettő közül, nem akarok később mondani, azt hiszem ez a végén pukkan egyet és közben recseg. Tovább haladva, haladunk tovább itt a sorba, itt a földön ülök közben, aztán így csúszkálgatok, található 3 darab, minek, ez katica. Katica élmény nem volt nekem, ez dobozban volt, csak én, mint Oliver szétszedtem. Dobozban volt, azt állítok, itt földön forog, én úgy hallottam, ez itt földön forog, ugye így, közben fossa ki a szikrákat, és gondol egyet, és akkor föl fog szállni, és ha minden igaz, de nem biztos, ez egy effektet fog bontani. Nekem ezt mondták, ez nem tudom mennyire igaz, vagy mennyire nem, de kíváncsisággal várom. Mellette van egy szlovák Lidl-be vásárolt gyerekcsomag, ami tartalmaz földönforgó tűzvirág, zümi, 10 darab helyett 5 darab krékimból, recsegőlabda, ördögpatron 50 darab és 3 darab kis vulkán. Ezekre a vulkánokra figyeljetek, mert az egyikük közül a végén elkezd recsegni, szóval értem szerint senki ne fogja meg kézbe, de ha valakinek eszébe támad, akkor úgy készüljön az egyik recsegés, nagy eséllyel a felét le fogja robbantani a vulkának, mert amikor mi teszteltük így évközben magánterületen értelemszerűen, akkor a fele így letört, meg lerobbant, úgyhogy ne fogjátok meg a kézbe. Utána ott van 3 csomag sárkány tojás, nem kell mondani, ugyanez, mint a Blitz, csak más, sokkal más neve. Ez még a régi fajta, hála Istennek, ez a régi fajta, ez még nem ilyen egy agyagban van, hanem egy kis több pici darab van benne. Hát utána áthaladva, ezt tőlem nem megszokott, de itt van pirát, ami szerintem köztudottan tudjátok, hogy micsoda. Mellette haladva van Pirvatex piros pirát, ebből kb. Egy ilyen 500 darab van így összesen ebből, plusz még van egy korzai is, akkor azt megmutatom már ott, az ott van, ez egy korzai, az dörzsölős fejes Jorge márkájú. Hát azzal összeállunk, akkor szerintem van egy 5-600 darab ilyen dolgunk, aki tudja, tudja, aki nem, nem. Folytassuk itt a sort, itt van a családi csomagból, ami a Párkányban lehet ugye a Piropandával kapni, ilyen zsinór, amit megrántod, szerintem egyetlen nem veszélyes, és duran egyet, nem minősül petárdának, meg semminek, szerintem ez nem is ez kategóriában, ezt mibe sorolják amúgy, azt nézem, várjátok, majd itt a fókusz be kell állítanom nekem, ez kategóriában hogy sorolják? Valami nem akar beállni, állj be, köszi. Kategória, azt látom, hogy 2018-ban egy gyártva, szerintem ez ilyen kategóriátlan, vagy nem akarok hőséget mondani, de ez nekem tényleg ilyen semmi, ez nem, ez csók a családnak. Utána van fölötte egy K.O., egy bontott így értelmszerűen, de van benne 3 darab K.O., ami viszonylag évelején, amikor vettem, megérte. Viszont most 1000-1100 forint körül van, amit hogyha hozzáteszünk és mondjuk 2000 év vesz egy telepet, kapsz egy 19-16 lövéses telepet, ami szerintem viszonylag jobban megéri, mint hogyha venné egy ilyet. Ha azt mondod, hogy vegye egy telepet inkább, és akkor szedd szét darabjaira, mert szét lehet, vannak videók, írd be, hogy telep, ből egy vetőcsöves készítés, és viccen kívül nem balesetveszélyes, nyugodtan meg lehet csinálni. Viszont följebb haladva van nekünk 3 fúji vulkán, ez is a régi fajta, és az új csomag már átlátszó. Ebben 5 darab vulkán van, összesen 15 darab van, ezzel aki követ, az tudja, Instagramon kiraktam egy képet, amit kézbe fogtam, és srácok, ezt nem mondom, hogy ne fogjátok kézbe, ne csináld utánam, de én kézbe fogtam, és tök jó képet tudtam vele csinálni, nem robbant, semmi nem történt, minden jó volt, baba volt. Viszont itt visszahaladva ezt lehet elfelejtettem mutatni, itt van egy pirobános gyerekcsomag helyett pirohátizsák, ami tartalmaz egy ufót, tortatűzjátékot, 2 zümit,
az a kis sárga ördögpatlom, Kraking Ball, varázsvirág, két nagy zümi, és ott hátul a sárga csomagolás, nem veszem le, 6 darab vulkán tartalmaz. Ennek az ára 3100 forint, ami nagyon megéri szerintem. Aki szereti a kisebb termékeket, annak ajánlom, Csepel Plázánál ki szoktak lenni, 28-31 között, menjetek el oda. Tovább haladva, ide vissza megyünk lentre, van kereken 5 darab Magic Sweep, vagy Whip, nem tudom ennek a kiejtését, olyan macerás. Megszerettem, ugyanis legális gyerekek Magyarországon. Ez állítólag régebben olyan volt, mint a robbanó szőnyeg, hogy így robogott meg minden, de leteszteltünk egy dobozzal évközben, ugye kettő van egy dobozban, és ez egy zsinór, ami hogyha úgy nézzük, olyan dolga van felszerelve, egy gyújtó zsinór van benne, és körülötte ilyen, mint a recsegő labdában azok a kis golyók vannak körülötte, és recseg is. Az a jó, hogy fél, akár 50 másodpercig recseg egyfolytában, és nagyon szép látvány, tényleg ajánlani tudom, fotókhoz nagyon jó, szerintem. Utána van ez a Spinny, ből három csomag van, a 700 forint az szintén nem annyi jó, gyerekek, na, már 700 veszek két ilyen, na, ilyet. Ebben kettő földönforgó van, plusz még ott egy ilyen, ez földönforog, szikrázik, és nagyjából ennyi. Mellette van klasekos robbanószőnyeg, 5 darab van egy csomagba, így néz ki, hogy tudjátok. Fölötte van egy sztroboszkóp gyerekcsomagból, sorry, hogy feje lefelé van, de megoldjuk. Ott egy sztroboszkóp a gyerekcsomagból, utána van egy brusk, pont akarja, jó kifogás, három földönforgó, ebbe van kérlek szépen 2x50 darab ördögpatron, ez gyerekcsomag ez a sor, ez zümi, az földönforgó. Mellette haladva találunk egy Moon Travel rakétát, 20 darab van egy csomagban. Ez nagyjából olyan, mint a sikoly, ahogy láthatjátok is. Viszonylag azt mondták, hogy ez sokkal hangosabb és sikítóbb hangot ad magából ki. Kíváncsi leszek rá, hogy produkál. Itt található Piro Bános római gyertya, ez kérek szépen 12 darab. Egy darab 20-at lő. Bocsát, hogy ilyen összezavarodatlan vagyok, de nagyon gyorsan kell mennem. 20 darabot lő, recseg és robban, ha minden igaz. Nem vagyok benne biztos. Van a varázspálca nevezető, ami kézben fogható rakéta, ami rohadt hangos dolog, iszonyatosan hangos dolgot így fütyül egyet, még pici szikrát szól, azt annyi, de rajta is van, hogy kézben fogható, úgyhogy ez abban a szempontból jó, hogy igen, ezzel is lehet jó képeket csinálni. Tovább haladva, itt van egy szép parketta, ami jobbi, nem, található itt 3 darab smoky party. Magyarországon évközben bevezették, hogy a füstök mindenféle füst, 3-as kategória, magyarul állítólag pirotechnikusok kaphatják meg. What is that? Hülyeség az egész. Van 3 darab smoky party, 6 darab sim, nem kell elmondani, szerintem mindenki ismeri. Ott a háttérben vannak földönforgók, itt darab, van még 6 darab földönforgó, itt van még egy gyerekcsomag, őt már mutattam. És hát akkor azt mondom nektek, és azok tényleg át a nagyobb dolgokra, rengeteg Tiger Aldiból nagyon akciós volt, 1000 forint volt 4 darab, Winchester római gyertya, illetve először most fogom letesztelni, haverok azt mondják, hogy nagyon megéri, úgyhogy vettem. Itt van kettő, még 40 lövéses klasekos római, itt szintúgy található magyar római gyertyák, ott végig. Római gyertyából kb. Így összeszámolunk, szerintem egy 100-110 szál római gyertyám van. Utána haladva van Devil Racket, ami a gyerekcsomagból van. A Rani, nem tudom a kiejtését, gyerekek. Nem is tudom, hogy hívják már csomagot, csak szétszedtem. Terméket teszteltünk meg minden. Kettő darab rakéta, amihez adtak egy csövet, és akkor srácok, ha már belekezdtem, akkor térjünk ezt a nagyobb dolgokra. Található egy XP 013-as telep, ami, csak úgy lássátok, 9 lövés, agyag van a tetején, leteszteltük múltkor haverom már, ez a telep 500 forintba került, 500 forint, többet nem is ér. Olyan dolog, mint hogyha egy dárcot fellőnél, a régi dárcot, ami még ugye a kupakra lehullott, és akkor így föllőtte. Először kilő egy-kettőt, és utána sorozatban kilővi az összes, ami benne maradt. Szerintem egy szép,
ez se számolnám kategóriába, de mivel ugye égbe megy, meg ilyen, úgyhogy... Na, szóval igen. Lejjebb haladva, aki látta a túránkat, a Szlovákia helyett a bécsi túránkat, egy Osiris terep van, ami nagyon meglepő, és 49 lövés, és ahogy láthatjátok, nem írja, de ez, leszettem a csomagolását, hogy megnézem, 15 mm gyerekek, és ez bontani fog. Amit ismerősétől hallottam, hogy 14 mm meg izé, és bontani fog, azért ott kinyílt nekük a szemük is, meg figyeltek, hogy tényleg 14 mm, és ez bontani fog, ez 49 lövés, és bontani fog. Magyarországon 7000 forint kint, 10-15 euróval fájt. Ez egy viszonylag egy nagyon szép telep, amúgy csak oda a pálcikák bele vannak állítva. Nagyon szép telep, életemben először most fogom letesztelni. 49 lövés, tényleg, ez szerintem egy, nem, el vagyok állítva a gyerekek egyszerűen, ez nagyon, szerintem nem. Ez a Hofferbe lehet vásárolva, aki bécsben vagy készül arra, hogy csak a Hoffer, ami olyan tűzjáték kapcsolatos dolgot lehet kapni, ott se annyira. Na, mellette haladva, van itt nekünk egy Top Price, mi a rák ennek a neve? Ez a, na, egy ilyen telep, ebből csak kipakoltam a dobozából, hogy lássátok, mik vannak bennem. Van egy aranyszínű telep, 16 lövés, 20 mm, úgyszín 16 lövés, 20 mm, ezüst, és van egy 16 lövés, 20 mm-es másik telep, ezek így benne vannak. Viszont én, nekem volt még egy aranyszínű, ha jól látom, csak nincs, nem esik a fény annyira rá. Ez is ebbe a csomagba kellene, hogy legyen, de ezt külön vettem. Igen. Utána van egy Tokió telep, amit a Lidl-be helyett Aldi-ba lehet kapni. Ezt én nem az Aldi-ba vettem. Ha 2500-ba adják az Aldi-ba, én 1500-ért sikeresen meg tudtam venni. Mellette van egy szlovák Monkey telep, ami idén új eserpirós, ha jól emlékszem, eserpirós a termék, 16 lövés, 20-25 milli, nem akarok kérseget mondani. Van mellett egy forma 1, vagyis formula telep 1, 16 lövés, 20 mm, szép, várok tőle azért a telepektől. Aki kérdezi, nem fogok semmi telepet összekötni, hadd menjenek egyenként, az szerintem ami jó. Max meg ezt a hármat, amit összekötök, és így V-alapban megcsinálom. Tovább haladva van egy lumpik telep, ami csak a kanóca meg van sérülve, annyira ott le van jövve. 9 lövés, 25 mm, szerintem szép. Itt van egy alligátor telep, amit a Aldi-ba lehet kapni. 19 lövés, 20 mm. Ezt viszont lehet, hogy meghekkeljük, ugyanis ahogy láthatjátok, ez 15 másodperc, és azért legyen már azért egy 21 másodperces telepünk. Továbbhaladva azt nem mutattam, és itt van egy új termék, hát nem új, ez egy 100 lövéses katyusa, és most már ECHD. 100 lövés, katyusa, nem kell mit mondani róla. Annyira új termék, annyira nekem, hogy ugye más a csomagolása, de nagyjából ez így ennyi. Akkor ezt ide visszarakjuk szépen. Tovább haladva található itt egy Vulcanus, ami 60 másodperces vulkán, és 4-6 méteren megy föl. Van egy aranyszínű, és egy ezüst színű. Ez a telep egy darab 240 grammos, fókusz, hello, 240 grammos, ez is Kauflandba lett vásárolva, utolsó előtti darabot vittem el, épp hogy jutott. Ez 4000 forint körül mozog, viszont nagyon szép, tényleg egy mutatós, látványos dolgot show tud csinálni. Kettőt egyszerre bejutott, beülsz közéjük, olyan képet lehet csinálni, tesó, kihá! Az nagy szép, higgyetek nekem, ez egy szép telep. Remélem nem hagytam ki semmit, ugyanis most jön. Hát szerettem a Merlin rakétát, de annyira, hogy 5 csomag Merlin rakétát van itt, ami összesen 12, 24, 30 darab rakéta van itt összesen. Ez a Merlin rakéta, ezt az Aldi-ba lehet vásárolni. Adnak hozzá leszúró csövet, de nekem van már házilag csövem. Igen, nagyjából ennyi, srácok, a készletem, ez a 2019-2020-as tűzjáték készletem.
láthatjátok, hogy ilyen szép, nem apróztuk el. Kijelentettem, ez az idei legnagyobb csomag Merlin, azért az szép lesz. Még lehet veszek hozzá, de nem biztos. Jelen pillanatban 20, nem tudom hányadika van. Sovasrácok, köszönöm nektek a figyelmet. Ahogy láthatjátok, ennyi dolog van, már egy üzletet nyithatnék. Szóval köszönöm nektek, srácok, a figyelmet. Találkozunk a legközelebbi videóban. Én Oliver voltam, és akkor sziasztok!